harmadik alkalommal rendeztük meg ebben az évben a Tungi Fesztivált, és hogy miért pont Tungi Fesztivál? Azért, mert itt a város környékén több sváb település van, és a Tungi az egy közkedvelt, Magyarországon élő németek közkedvelt étele, és ezért úgy gondoltuk, hogy ezt választjuk fesztiválként. Van most már halfesztivál, meg disznótoros fesztivál. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt választjuk, mert ez egy olyan érdekes étel, amit rendkívül könnyű elkészíteni, de mindenhol másképp csinálják. Du liegst mir im Herzen, es scheint der Mond so hell, horch was kommt von draußen rein, ó, Susanna! Ami krumpliból, ugye a svábok rendkívül takarékos emberek voltak, és igazából nem voltak túlságosan gazdagok, ezért próbáltak a legegyszerűbb ételekből, a legegyszerűbb olyan összetevőkből készíteni, amik, mint például tojás, krumpli, liszt, és most itt a fesztiválon is találhatnátok ilyen ételt, mégpedig úgy hívják, hogy fluta, amit gánica néven ismernek a magyarok, de a németek teljesen másképp készítik, és másképp is más hozzávalókkal eszik, mert ugye a gánicát, ha jól tudom, akkor a magyarok tejföllel és hagymával készítik, mi pedig paradicsomszószal. Aztán van még egy nagyon érdekes, amit úgy hívnak, hogy schnupfnudli, amit szintén egy ilyen krumplis tésztából készítenek, és kisodorják, ilyen kis nudlikat csinálnak belőle, és ezt lehet mákkal, paradicsomszószal, úgyhogy ilyenekkel lehet azt és fogyasztani. Nagyon örülünk neki, hogy az óvodában már két csoport is van, akik a táncaikkal, verseikkel, játékaikkal őrzik a régi gyerek dalokat, illetve azokat a hagyományokat, amiket az óvónők a beibringen, tehát aki megtanítanak velük az óvónők, és ezen kívül az iskolában is már a Peákné Trompolévi most már harmadik éve foglalkozik ezzel a tánccsoporttal, és nagyon aranyosak, nagyon sok táncot tudnak most már, és most készülnek az új ruhák, az új népviseleti ruhák, hogyha majd elkészültek és teljes pompában díszeleg a tánccsoport, akkor szeretném, hogyha ha megmutatnátok ezt, hogy ez hogy milyen szépek. Próbáljuk bevonni a fiatalokat, mint hát igazából az iskolán keresztül próbáljuk ezt. Nagyon szeretném, hogyha lenne egy olyan tánccsoport, aki, tehát amilyen régen volt az általános iskolában, hogy 1-től 8-ig mindenféle táncokat, mindenféle német táncot táncoltunk. Hát például ezt a tungit, ezt minden disznóvágáskor, a minden nemzetiségi faluban, illetve minden családban főznek tungit, ez az ebéd, hogy ezzel kezdődik, és akkor mit a könyv, hogy most egy kicsit legyen a reklám helye. Két könyvet is írtam, az egyiket németül, a másikat magyarul. A német könyv címe az Olmászfelt, a magyaré pedig a Nagyanyám világa. Nem egészen egyforma, címük bár hasonló, de nem egészen ugyanaz. Úgyhogy akit érdekelnek a hagyományok, illetve hogy hogyan tartjuk meg a hagyományokat, annak szíves figyelmébe ajánlom ezeket a könyveket. Az Aranyerdő óvoda két csoportja, az általános iskola, a Pumukli csoportja, a német kéri tánccsoport, hogy először a tánccsoportokat említsem, a nemzetiségi énekkarok közül a Szakadáti Énekkar, a Pári Asszony Kórus és a Tamási Rozharin Kórus, valamint a Sextet együttes, akik Bremenről érkeztek.